Kicsi vagy, kimegyek, jó, nem haragszol. Ne bánj, ne bánj, ne bánj, ne bánj, ne ilyen! És! Aztán haladom. High school. Ez jó lesz. Ne menjék akkor. Az iskolába. MF feszület és sókupac George Martinez. Nothing to report, but it looks like whoever was here left in a hurry. Ötvenezer pont talán a VIP. Jó, tudom, igen. George Martinez. Jó. Hát ez biztos, hogy ezzel indítunk, meg ezzel is azért. Meg ezzel. Minek hozok fejkamerát? Amúgy azt nem tudom. Oké. Okay. No. Hőmérőzés indul, ez úgyis hozzászoktunk a két hét alatt. A saját lázamat kellett mérni. Hogy játszottunk egy párszor így. Azt mondja. Hát nem sokat változott egyébként. Hát, annyira nem. Van Discord, de nem használjuk, már teljesen vagyunk, ha úgy alakulgat. Give me a sign, please. George Martinez. Joe Biden. Igen? Láttam olyat, hogy tényleg létezett, ugye ez itt kérdeztétek egy páran, hogy a Michael Jackson szellem, és volt benne. Azért TS, mert azért fizetünk a Leóékkal. És már használjuk ki. Úgy vagyok vele, hogy használjuk ki. Meg a Discord az sokszor volt, hogy el... elszarakodott. Pillanat olyan volt, mint a vízfolyást hallottam. Give me a sign, please. George Martinez. Where are you? És ha csak ti is látjátok, hogy volt fagy vagy valami a hőmérőn, akkor szóljatok. Több szem többet lát. Where are you? Give me a sign, please. Miért az ez is, ami fönt lesz valahol a picsbe? Szerintem itt egy csont. Még jó lenne itt megtalálni a csontot így, főleg, hogy egyedül játszok, ugye? Hát olyan 13 fok volt, ja, eddig a hőmérsékletes dolog. Ez az izé. Ez
Hát ezt jelezné már jobban. Hát igen, mire végig megyek, azért lenne jobb, hogy hamarabb megtalálni. Mire tényleg végig megyek, addig lehet, hogy előjön a hunt. Akkor meg báj van. Hopp, az nem kell. Próbálunk minél kevesebb áramot használni, mert... Ugye megvan adva, hogy helyszínenként mennyi a max kapcsoló, amit használhatsz, mert egy idő után ugye lecsapja a biztosítékot. Na, még elmegyünk akkor... arra, jobbra. Szia, Bence! Az már volt, démonok már voltak. 2021-ben... Hát ugye a God of War 2, nem tudom, hogy mennyire lesz majd. Azt várom azért. Megmondom őszintén, a FIFA-ra is azért kíváncsi leszek így titkon. Láttam a Next Gen-es újításokat. Le a kalappal azért előttük. Azért az a hajfizika, ami van benne, az úgy bejön, az úgy jó. Egyébként miért nem kapcsoltam fel a lámpát? Csak úgy halkan kértem ott, meg miért nem kapcsoltam le. Úgy... kérdezősködök. Hát az a baj lesz, hogy itt nem a kábelek minőségétől függ a biztosíték. Attól félek, hogy az meg fönt lesz. Vagy még itt a lépcső alatt szokott lenni. Give me a sign, please! Okay. Szerintem ez fönt lesz. Ez fix, hogy fönt lesz. Vezzel most nem csörgeti a telefont. Ring a phone! Az könyv, azt hittem megint egy csont. Give me a sign, please. Ugye elkezd hantolni. Esze neked! Adjál jelet, mi? Jöttsük. Ezeket meg végig kinyitom, mert... által valaki... unidőve evett meg egy csirkecombot. Amit egyből kiadott, már egyből pótolta is. Itt lent végignézem a dolgokat még. És ha nem lesz semmi, akkor visszamegyünk a kocsihoz. Give me a sign, George Martinez. Ja, nincsen pénz a szellemnek. Fülkés izébe, mi? Az a baj ez a csonttal egyébként, hogy bárhova elrakhatja ilyen takarásba. Tehát ez nagy mázza, amikor ilyen nagy területű pályán megtalálod a csontot. Jaj, tetszik ez nekem, nem tetszik ez nekem. Néha ez a csillogás megzavar. Ugyanis... Ugye
Ugyanis néha olyan érzés, mintha... Na! Eszehánt. Csak kifele, spuriki. Igen, jól gondolod, Bence, valószínűleg én is ezt mondom, hogy fönt lesz. Kis drágaság. Úgyhogy, és szerintem lecsapta a Vistit. Pizsamás lesz. Nem, nem csapta le. Lekapcsolta a lámpát. Ilyen rendes. Ebbe akadtam meg az előbb. Aha. Várj. Jó. Hopp, 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 hopp. Ott. Az előbb. Mi? What? 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 Most. Kedves egészség! What, what, what? De bár! Baszd meg! Na, húzunk csak ki. Azt mondod, Bence, hogy itt lesz csak egyen feljebb? Na. Hát most veszünk be egy pár gyógyszert. Biztonság kedvéért. És akkor utána fel megyünk. Egyébként, igen, úgy hallottam én is a léptekből, hogy fönnmászkál az emberünk. Kérdés, hogy pizsamás lesz-e. Egyébként ez nagyon gagyi ez a szellem, az a pizsamás szellem. Ez mindig megszivat. Ilyen utóhangok vannak. Te itt mászkálsz. És ez úgy creepy, tehát azért ez úgy bejössz, és akkor így laggol a hang, ja. Tehát így el vagy, így ha-da-da-da-da-da-da. És olyan, mint a valaki a kocsi körül mászkál. Na, mi mennyi vagyunk? 48%, még nagyon nem is jut tele. Aztán 90-ig fölviszi? Hát majdnem. Ír.
Na, itt vagyok, bocsánat, csak az asszony elhívott. No. De ezt csak itt vettem észre, ennél a pályánál. 10 fok. What? 8 fok. What? 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 Várjál már, most akkor mi van? Ez ilyen folyósó szellem lesz? Vagy... Az a legrosszabb egyébként a folyósós. Give me a sign, please. 11 fok. Most akkor mi van? Most akkor hol vagyunk? Give me a sign, please. George Martinez. Talán úgy hívja. Fuck. Ha most már végig megyek itt is, rohadjon meg. Valami itt történik. Jó, ezt még végignézem, utána visszafele megyünk. Valami ott történik, valami ott van. Ez a legrosszabb egyébként a folyosón. Szarakodás. Give me a sign, please. Merre? Hát nekem ne kövessen. Folyósó lakó lesz, hát rohadjon meg a folyósó lakójába. Pedig sajnos valószínűleg igazad lesz. Jó. Oké. Ezt itt hagyjuk. És... hát hozzunk be cuccokat, gyerekek. Hát nem tudok mit találni. De azt hiszem, hogy el leszünk egy ideig. Hát, hogy ez lesz a mai utolsó pályák, mert még terveztem még egyet, esetleg egy valami házas, amit házban lévő.
ugye éjszakára megyek dolgozni, aztán... Jó visszatérés lesz így Covidból éjszakára menni, mi? Hát, szerintem megint veszünk be egy fogyót. Jó, én amondó vagyok, hogy... Vigyünk be egy hangérzékelőt, meg vigyünk be egy, most nem fotózgatunk, vigyünk be egy mozgásérzékelőt, jó? Oké. És most bátrak leszünk, nem viszünk ezt se, viszünk egy, várjál, ez a második emelet, ugye? Jobbra megyünk föl. Akkor esetleg azt a kamerát kéne, és ott van a breaker, nagyon jó. Ez kell nekünk. Orbi. 8-as. Csak majd le kell kapcsolni a láromot, vagy a lámpát. Én nem látok orbot. Viszont lehet, hogy kamerát nem is viszek be. Vigyünk be kamerát. Elmefet, vigyünk be elmefet, az még ami. Talán. Hiiii, gyerekik! Szívós szellem lesz. Szívós szemű Márta lesz. Itt miért van ilyen sötét? Halló? Így már jó. Give me a sign, please. Jó, azt hiszem, ide felrakunk egy hangrendszert. Ide meg felrakunk egy mozgásérzékelőt. Megnézzük, hogy mi van most hőmérsékletileg. Anyád. Az már van hőmérsékletileg. Kapcsolod vissza? Remélem nem nyomtad le azért baz... Hol a kapcsoló, van meg? What? Az mi? What? El vagyok tévedve. Ej. Jaj, 9 fok. Nagyon jó, lehet belemegyek az ölébe. 10 fok. Nem látok lófasz se. Egy rohadt kapcsolót találnék meg, bazd meg. Fire, az oké. Okay. Forraló tovább sokra megyek. Nem tudom, hová mehettem most. Lenyomta az áramat, én is ettől félek. Le hát! Úgy jazz meg. Alright.
rajta. Csak semmi pár. Mi van? Semmi nincs. Oké. Okay. Jó, ez egy ablak. Ugye? Ablak. Közelbe kéne lennie. És tudjátok mi a szar? Kurvára nem fogom itt tudni a hántól. Bazd meg. Mert ugye nincs, ami pislákoljon. Aja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 j
What? Ja, jó. 9,6. Erre van a lépcső. Lépcső. Kapcsolj be. Please turn on the light. Turn back on the breaker, please. Lép. Itt a lépcső. Jó. Oh. Hol? Alakulunk. Alakulunk, gyerekek. Alakulunk. Miért éjszaka kell ezt a szó? 8,2, hülye vagy? Egyre kisebb. Ugye beadja a faj... Na várjál, most hol vagyok? De biztos hülyét kapok, ha visszamegyek. De még nagyon rossz helyre jöttem. Hello? 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 Aha. Fire, megint van fire, az oké. Okay. Kiáratot keresem. Ha? Itt a kiárat. A két ablakból sejtem. Vagy nem? Basz meg. Várjál már. De... Akkor hogy volt ott két abla? Ja, megy itt van az a... hogy... Nem jó helyen vagyok. Lámpa mindig lesz nálam most már. Szarom le, hogy mi bizélünk. Ugye a plusz... helyhiány miatt... Várjál már, most én hová mentem akkor? Bazzag, én megint fönn vagyok. Igazad volt, Peti? Bazzag, én megint fönn vagyok. Hát... Hogy a picsába? Hát nem már! Ne, please! Please turn back on the lights, please. You are a very kindly ghost. Oh, please fog. Oda az, hogy itt ez a kurva lépcső. Léci. Léci. Lépcső. Lépcső. Mi volt itt? Nem lépcső. Hol a lépcső? Na már. Miért nem kapcsolod vissza azt a kurva lámpát? Na még így nem jártam senkivel. Már a sanity az olyan nulla, mint annak a rendje. Most várjál. Megint, hol vagyok?
Most hol vagyok? Megint visszakerültem oda. Várjál már. Most már kinézek, hátraálltam az autót. Hát kösz, roló az nagyon fontos. Pityú. Figyelj, nincs, hogy hol lehetek. Vagyis hát az oké, hogy fönn vagyok az elsőd. Most itt vajon jobbra vagy balra? Elvegyük jobbra. Itt. Itt nem. Még mindig. Meddig tart ez? Akkor balra kell menni. Átjöttünk a másik oldalra. Very nice. Ahogy basz meg. Itt egyből nem tudok. Itt nem megyek lefele. Ez az a folyósó fönt. Igen. Akkor erre jövünk még. Baj, legalább össze tudom szarni magam. Oké. Okay. Na, most jussak ki. A budiból. Két fok. Hülye vagy. Most várjál, most megint elvesztettem, hol vagyok. Csak menjek le. Tudjak lemenni. De megint szar helyen vagyok, mi befogadjuk. Megint szar helyen vagyok, bazd meg. Nyolc fok. Ez itt van fölül egyébként, tényleg. Csak engedj ki, légy, engedj ki. Valahogy jussak már le. Nem már! Hol a lépcső, gyerekek? Hol a lépcső? Please turn back on the light! Jó, akkor ami lesz itt folyosó, elmegyünk arra most már. Szerintem utána jön majd.
van áramú, megtaláltuk a biztosítékos szobát. Már innen találjak ki. Leszórakozzám, már nincsen. Most viccelsz velem, ugye? Igen, ez megvan, nagyon jó. Itt van, ugye? Oh! Oké, okay, itt a lámpa. Vagy mi ez? Kamera. Egy kurva... Oh! Az a baj, még attól még ennek nem örülök. Mert... attól még nem látom a... vagy már még egy lámpát, vagy valamit. Baszd meg! Mi van itt? Hol vagyok? Lépcső van itt. Megint lecsapta, biztos, hogy rohadjon meg. Talán most már meg lesz a kijárat innestől. Új, bazeg, ez izé. De már ez a kijárat. Hát... nem látok lófas se. De te ez megint izé. Akarodj! Oh! Hát erre mennyi volt az esély? Erre? Egy ki... Jézus Isten! Jézus Isten! De jó Istenem! Hol az a kurva lámpa? Jaj, volt izém is, jó.
Jó szagú úristen. Azt a kurveget. És még így is 20%-on van a elme állapotó, vágod? Azért az mi kemény? Jó. Így. Hát. De most meg lent volt már. Fingom nincs. Egyszerűen nem tudom, hogy merre lehet. Jó, behangérzékelőzzük a dolgokat. Az biztos, lámpa most már lesz nálam. De mi érdekel, hogy plusz egy helyet elvisz? De műzélek itt. A gyerekek, én komolyan mondom, azt hittem, hogy tényleg egy volt. Ugye breaker nincsen, így köcsök kikapcsolta. Föntre raktunk, ugye? Vagy lentre raktunk? Nem, lentre raktunk talán hangérzékelőt. Jó. Ide rakunk egy hangérzékelőt. Igen, itt van a mozgásérzékelő, meg itt is van a hangérzékelő valahol. Ott. Szart meg. Valahol ide rakom ugyanúgy. Hát ne aggódj, Lész, már néha én se tudtam, hogy hol vagyok. Ne aggódj. De mivel csapkodja le... Uzi shift. Szóval... Szóval mivel csapkodja lefele a mi a picsát... A biztosítékot... Ezért olyan szellem lesz, aki nem szereti a fényt. Fú, baszki. Igen, meg ott is van. Most értitek? First floor... Korridor. Gin kizárva. Semmi ízénk nincsen egyébként. Igen, a gin akkor az kizárva, mert akkor gyenge, amikor lekapcsolod a helyszín áramforrását. Ezt jó mondtad, Petya. Lámpa felkapcsolására lehető rém. A rém nagyobb eséllyel támad sötétben. Hát az árny az... Nem hiszem. Hát a Revenant ugye a leg... Állítólag ez a Revenant, ez a legköcsögebb szellem. És mikor áldozatára vadás, sokkal gyorsabban mozog, mint általában. Azért, ha belegondoltok, most azért kurva hangos volt a nyögése, a... ezéje. Nagyon lelassul, ha sikerül elbújnod. Hát a Banshee az ugye a feszület. Kopogó szellem nem hiszem. Mert akkor nem... Phantom... Nem hiszem.
Hát a lidérc az egy nagyon remélem, hogy nem, mert az mindenen keresztül megy. Fagy meg nem volt, igen. Hát árny, az ugye szégyenlős, démonhoz kell a fagy. Gyurejnél ugye lemegy a nyugalmi szintem, de hát ugye ez azért is lemehetett volna, meg ott is fagy is kéne. Oni. Nem tudom, egyszer bazd meg, nem tudom. Nem tudom, nem tudom, mi lesz ez a szar, meg hol van. Ezeken a folyósókon mászkál. Orbot nem látunk. Orbot nem látunk. 47% bazd meg, az előbb vettem be, hát most már... És most nagyon-nagyon meg kellett. Jó ég! Feszülettel! Sókupac! George Martin, ez a hülye vagy? Jó. Spirit Box, megpróbáljuk. Hát ha. Elmefünk van még. Nem, az az hangérzékelő. Táskarendszer, igen. Nem ártana. Egyébként miért erre jövök, nem tudom. Nem, a hangérzékelő azt a területet fedi le, hogy ha ott van valami hang, akkor azt jelzi ott a monitor. Tehát ugye... Ezért nem néztem meg, hol van a breaker. A... Biztosíték. Doboz, mindegy. Where are you? How old are you? Where are you? How old are you? Where are you? Oh, ott a csont! És most nincs nálam a fotó! Passz meg! Where are you? Where are you? How old are you? Give me a sign, please. Give me a sign. Where are you? How old are you? Ez egyébként ez egy köcsökhely. Itt sokszor szokott lenni ez a... Mit tudom én, mi ez. Where are you? Oho, fagy! Oké, okay, mondtam én, megvan, köcsökhely. Oké, okay, hello! Spirit box. Hehehe, bezzeg. Milyen rohadék, hogy így végig megy a folyosón. Azt mondta, hogy messze van, de ott volt fagy. Ott már volt fagy, tehát a kiinduló pontja az itt lesz. Tehát itt kijössz, bazd meg, akkor érzékelni fogjuk. Ugye? Hát... Jelen. Így. Így már biztos. Fár, igen, azt mondta, tehát messze. De ugye mozog, piszkosul mozog.
nagy távolságban. Hát beviszük a hangérzékelőt is, mert sokra nem megyünk vele. Na most már azért tudjuk, hol van. Ide mindent fel kell pakolni most már. Ide mindent fel kell pakolni. Vagy elmefem is van, ugye? Where are you? Where are you? Távol. How old are you? Öreg vagy, de ahhoz képest kurva gyors. What do you want? Milyen kedves fiú. Hopp! Pityu! 4-es elmef. Oké. Okay. Jók vagyunk, jók vagyunk. Van olyan lész, a lidérc az olyan, hogy tud falakon meg ajtókon minden szaron keresztül menni, azt nem szeretjük. A lidérc, én utóbb a lidérc, az az egyetlen szellemtípus, aki tud mászkálni. Hát, azt a hangérzékelőt ott hagyjuk, mert most az mindegy. Most ami nekünk kell majd, az könyv. Ugye? Beírjuk a spiritboxot, meg a fagyot. Ne csukd az ajtót, bazd meg. Hát de nem, mondj, hogy old. Az közben rohangászik, mint valami gyalogkakuk. Elmef meg volt, oké. Okay. Sókupac, kösz. Aha, ott van, érzékel is. First floor, hopp, hopp. Pityu. 4-es? Na írjuk be akkor a cuccost. Tehát van nekünk fagy. Van egy spirit box, tehát vagy démon, vagy rém, vagy lidérc. Nagyon jó. A démonhoz kell majd szellemírás. A rémhez kell szellemgömb, akkor oda viszünk be majd mindjárt egy izét. Egy kamerát. És a lidérchez pedig toxikus reakció a sóra. Na meg új lenyomat kell. Hát gyerekek, akkor ha már választodik, akkor rém legyed. És szerintem rém lesz, mert ugye lecsapta a biztosítékot. Hát viszünk egy ilyet. Ezt be is kapcsoljuk. Meg akkor viszünk egy fotózást a csonti miatt. A só kell. Nem biztos az a koilidérc. Volt már olyan küldetés, hogy kiírta, hogy ugyanúgy só kell, és anyád. Csak ne legyél idéhez, bassz meg. Hát logikusan nézve, oké. Okay. Végig fölöttem volt.
Kár, hogy ezt a rohadt biztosíték dobozt nem ide rakta valahova a lépcső alá. Hát kiderül, gyerekek, hamarosan kiderül. A baj, hogy a Spirit Box megy egyébként, mert legalább jobban tudom, hogy hova menjek. Hát ezt szórakozol vele, bazd meg. Mit falacsott? Vedd már fel azt a szart. Ja nem, a másikkal. Már itt is volt agyás. Már annyira kicsi szentem a józansága, vagy egy pillanatban fog ez a szar. Anta, itt a csont. Úgy látszik, hogy kellett neki az a csont. Elmef is bekapcsol. Igen, az oda lesz, de nem lidérc lesz. De ez rém lesz. Én ezt tippelem. Na, szépen lassan kiderül ez. Most látunk gömböt. Akkor meg is vagyunk. Engedj ki, légy. Jó, engedj ki, légy, jön, kedves. Kösz. És most így a kamerába, így oldalról, így ilyen... Hello there! Egyébként simán lehetne, hogy így bejönne így a izéből. A... Oda toppanna, az akkor ilyen belenézne egyet, vagy mit tudom, így megrángatná a kamerába. Egyébként lehetne azt is.
Hogy így a kamerát így püff eldönteni. Mert van a földön, igen, de az a baj, ide nem látni. Jó. General Kenobi. Nagyon úgy néz ki, hogy nincsen mi a francunk. Orbunk. Tehát akkor rém nem lehet. Jó, a kurva anyát. Hát akkor mi vagy te? Lidé, azt tudom, hogy fagy kell, az már megvan. A szellemírás, ha lenne, az démon. Új lenyomat. Jó. Oké. Áj, bassz meg. Vigyük. Aj, de kérem. Vigy, mennyi? 42 a sanity. 4-es, 5-ös elmefet kell beírni. 4-es elmefet még nem. EMF meg nem lehet már. Tehát látod? Tehát azt már nem engedi. Tehát EMF már nem lesz. Az fix. Tehát vagy új legyomat, vagy szellemírás. Ez a kettő. Most megnézzük az új lenyomatot. Bár nem hallottam. Mi a fenét? Nem hallottam, mi a fasz. Dobálta volna a dolgokat. Lerakjuk a könyvet, gyors körbenézzük az új lenyomattal. Biztos, hogy lesz egy hunt. Igen, a könyvbe szokott írni. Kedves dolgokat, vagy szimbólumokat, vagy beírja, hogy... Gyögöljél meg paraszt! Figyeljétek meg, mire följutok. Elkezd hántolni. Vagy már most a lépcsőn elkezd hántolni. Nem fog elengedni a helyzébe. Ennyi? Ami bazd meg. Már itt van fagy. Hihetetlen. Megmagyarázom, majd miért guggolok le. Jó ég, mit úszok én meg ezen a pályán? Ez látott engem. Ez tudta, hogy itt vagyok. Amikor már elkezd így, ilyen hangokat kiadni, már nem jó jel. Meg a dübög, a dobog a szíved. De jó ég. Engedd lerakni a izét, légy szíves. Na, nem szórakozzál!
Egyébként hallja, tehát a szellem hallja, ha beszélek, azért vagyok ilyenkor csendben. Azért googoltam le, mert állítólag a szellemeknek szemmagasság látásuk van. Elvilegben. Ez tudta, egy írás lesz. Szia, Raúl. Igen, ez egy trükkje a játéknak, hogy nincs benne olyan fizika törvény. Miért is levegyek, te köcsök? Nagyon remélem, hogy írt. Szóval ugye elvileg ugye ezt írták, hogy érdemes begugolni valamik mögé, mert ha úgy van, meg nem a ajtóra nézni. Rád, valamiért átlát az ajtón, ha úgy van, és akkor szavasz van. Nézzük. Írjál már abba a kurva könyvbe. Ezért kell így lerakni a könyvet. Ha nagyon úgy van, akkor látod, hogy írtál a könyvbe. De nem láttam új lenyomatot. Feszülette? Hülye vagy már? Mit? Hát már minden föl van víve. Eldőlt a könyv. Eldőlt a könyv. Na most jön. Arrébb lökte a könyvet megint. Láttátok? Eldőlt a könyv és ellökte jobbra. Ott van most jobb oldalt. Jó. Hát... Lehet, hogy írt bele, igen, ez 50-50. Most dobálta megint. Dobál. Szavasz, agent. Bujé, köszi. Most megint valamit dobál, szerintem a könyvet dobálja. De megint itt leszek félúton, és megint hántolni fog. Szerintem én már itt eldobok egy keresztet. És szerintem... sózok egyet ide. Ide.
Meg... Ezt jól leraktad. Mondd azt, hogy nem írt be. De írt. Akkor ez démon. Ez démon. Csak le kéne fotózni. Szóval jövünk még egy kört. Ez démon. Kurva anyád. Ez démon. Na, elenged Hantól. Jaj, a kis drága. Reméljük, hogy belemegy a sókupacba. Szóval, tud követni, igen, de nem bírsz kimenni. Tehát hántolás közben a kijáratot azt ő lezárja. Tehát nem tudsz kimenni. Olyan volt már, hogy előtted becsapta ezt az ajtót, és úgy hántolt, és nem bírták kimenni. Volt már olyan, hogy félúton így volt az ajtó, és ahogy jöttem, akkor így vúgy már záródott be. Tehát épp, hogy kijutottam. Nyilván a hántolást, ha abba adja, akkor ugye eltűnik, ahogy megúsztam a jó előbb is itt lent. Na nézzük, belementél-e a sókupacba, te rohadék. Nem ment bele, baszd meg. De hülye ez. Jó. Akkor viszünk még egy sókupacot. Fotó az azért kell most, mert le kell ilyenkor fotózni a könyvet, azért is ad pízt. Ja, akkor írjuk be, hogy írás volt, hát akkor be is van írva démon. Démon meg, az egy erős kis köcsög. Többször támad, tettük észre. A sókupacba pedig, ha belemegy, akkor lehet látni egy ilyen, tehát van egy ilyen kupac ugye, és így felezve van, tehát abban, mint a belelépett volna valaki. Nem egy rossz ötlet, egyébként fogok oda is rakni. Na erről be, és be is zárt, bazd meg. Lehet lejött. Valószínűleg fentről indul egyébként. De le tud idáig jönni. Nagy szórása van neki. De ez szerintem az a fő izéje. Hát itt ott írt a könyvbe. Hát az a kápolna vagy mi az. Na ne szórakozzá.
Jó, gyerekek, én nem tudom, ez utána nekem lottozni kell. Azt a kurveget. Hát itt... És utána hagyta abba a hántolást. Azt a... Hát itt olyan dolgok történtek most egyedül, hogy ez hihetetlen. Ezt vissza kéne nézni. Elobbára. Jó. Jó. Mit tudod, hogy hol mászkál ez a szar? Oké, belemet a sókupacba. Démon. Na mutasd magad. Nem tudom, hogy lefotóztam, de menjünk. Spúri! Kurva anyád! Kurva anyád! Hagyd abba! Hagyd abba! Hát esküszöm, ezt meg fogom vágni, szóval ez megy föl YouTube-ra. Ez az iskolás részlet, ez beszarás. De nem bírtam lefotózni, rohadjon meg. Nem hát. Ouija tábla. What? Ouija tábla. Nem mondod, hogy oda bent volt egy izé. Az Ouija tábla az az, hogy kereszt nincs meg, miből fogadjunk, gondoltam. Hogy... hát még egy utolsó visszamegyek, gyerekek, aztán lesz, ami lesz. Az Ouija tábla az ugye ez a... Lehet... Megint belaggolt a hang. Lehet élőben is ilyet venni. Ez ilyen kommunikáció szellemekkel tele van az ABC-vel, meg a számokkal. Meg yes, no, és akkor meg tudod kérdezni tőle, hogy hol vagy. És így egyből megtudod, hogy hol van az adott, ezért mondjuk itt az iskolában, azért kemény. Miben fogadjunk mindjártól? Ez a rohadt kereszt meg egy fotó a szellemről. Hát a szellem tábla persze, igen. Csak az a Ouija-nak hívják. Megint dobálózik, valami nem tetszik neki. Ideges. Kicsit ideges a drága. Hántoljál, légy szíj. Semmi gyógyszerem nincs, tehát nullám, tehát bármikor hántolhat. És szerintem nem fogok itt elbújni, mert... meg fog találni, mint az előbb is. Egy pillanat, ha dobálja ezeket a szarokat. Hol van itt az Ouija tábla? Hol van itt az Ouija tábla? Itt van, né, rohadja! Akarodj! Köcsög! Gyere ki! Oké, futunk!
Puti! Az meg ezt se fotózta le úgy. Menj már vissza! Es! Menj már el! Ez közelít egy-egy jobban. De miért közelít? Hagyd már abba! Jó! Ha. De jó ég! Hát Peti, az a baj ezekkel az szellemtáblákkal, azért vigyázni kell. Tehát azt mondják, hogy azért... az már eléggé para. De bazd meg, nem adja be azt a kurva feszületet. Lefotóztam legalább? Le, egyszer lefotóztuk, jó. Jó van, srácok, szerintem... szerintem hagyom a picsába ezt a feszületes dolgot, mert... de az a vicc, hogy oda is leraktam középre. Ugye a padok között. Kívül a folyósóra is leraktam, ahol végigkövetett. És mégse. Ezért szar ez a feszületes dolog egyébként, hogy... Nem mindig működik. Meg ugye az emberek azt hitték, hogy sok... ez a földön van. Nem mondom őszintén, ha nem elég kész kell dolgozni, akkor szarakodni. Meg nulla... Ja, így most már igen. Bocs. Szóval. Ha elmennék dolgozni, akkor még szarakodnék ezzel a feszülettel. Aktívak is, drága. De így szerintem hagyjuk. Minusz 10 dollárt vesztünk vele, nem egy nagy érvágás. Az biztos, hogy egy intenzív volt ez. Tehát, ezt úgy képzeled, drágám, hogy én keresgéltem, és végig a folyosón ilyen, először ilyen 8-10 fokokat mutatott. És lecsapta a biztosítékot, és nem volt nálam semmi, csak a hőmérő. És nem találtam sehol. Tehát itt bajogtam jobbra-balra, mindenfele. Először azt hittem, már nem vagyok. Utána látom az ablakot, kinézek, még mindig fönn vagyok. Közben akkor volt egy hántolgatott. Akkor volt, hogy elbújtam pont a biztosítékos szobába, akkor vissza tudtam kapcsolni. Tehát ez az évköre volt eddig, ez bekezdtünk. Ez kemény volt, igen. Ez kemény volt. Hát nem lett kivakszolva a játék sajnos, mert... vadászat a feszülettel egyszerűen nincs meg. Ugye két feszületet lehet bevinni. Egy ízén van, még két. Na jó, még egyet, visszamegyünk. Ha akkor nem adja be azt a kurva feszületet, akkor semmikor. Belépek, egyből hántolni fog. Volt rá példa. Fú, ez meg fogom vágni. Ez az egy iskolás rész, ez fel fog menni a YouTube-ra, mert ez izgalmas volt. Tudom, hogy sokan egyébként unalmasnak tartják ezt a játékot. Sajnálom, hogy Magyarországon nincs úgy elterjedve. Én néztem, hogy mi néztünk most így az ünnepek alatt egy streamert. Tehát Hollandiából streamerkedik. Hántolj egyet.
Ne, adja a derendet. Mindjárt most fog már biztos. De hol a... Várjam már. Valóba ide dobtam. Itt van a feszület. Itt a feszület, gyerekek. Hova a picsába rakjam? Nem bújok el, mert most már szerintem olyan szinten van a szellem, hogy bárhol megtalál. Jó van, rohanjál csak. Most itt az lesz a vicc. Ha a ma oldalról jön. Szobába, a sarokba volt téve feszület, ott ahol a szellemtábla volt? Nem, nem, Petya, nem. És lejött, lejött, itt van lett, mert már örök. Egy már picsába. Ez gyors, bazd meg. Jó, van, megyünk föl a faszba. Nem. Most gyerekek, nem szabad elbújni, mert már szerintem olyan szinten van, tehát valamilyen szinten szerintem fokozódik, hogy minél tovább vagy bent, minél nullásabb vagy, annál gyorsabb a szellem, vagy valami történik. Én nem ezért két fillére, de hamarabb ide érek, mint ahol. Itt a kereszt. Element 86 showba. Dobjuk ide, le az Ouija tábla elé. Kérdezem már hány éves vagy. How old are you? Jó, én szar vagy, bazd meg. Oh! Oh! Mama! Nagyon picsi vagy! Kimegyek, jó, ha nem haragsz rá! Ne válj, ne válj, ne válj, ne menjen! Menjen! És! Menjen! Menj! Ne, 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 bánts! Ne, kérlek! Kérlek! Nem fordulok, mert akkor elkap. Ne bánts! Léci! Lement. Lement a lépcsőn. Hú! Jó. Na most, ha én lefordultam volna a lépcsőn, gyerekek, akkor halott vagyok. Mert egyébként ő is régen is tud menni. Lement, szerintem lement a lépcsőn. Jó, most már gyerekek, tényleg én is megyek lefele, hagyjuk. Feszület ide vagy oda, ez már nagyon, tehát amit ezen a pályán, ha 6-szor nem értem túl, olyan mákon volt, mint annak a rendje. Már hol vagyok el. Nincsen ajtaja. Kérlek, ide, de ne gyere be, itt. Hát ez valahol itt volt már. Kész, most már megyünk ki Henyót. Ja. Igen, ugye karácsonyra kaptam Dikitől okos órát, ami méri a pulzust is. Telefonon vissza lehet majd nézni, igen. Elmúlt, tudom én mennyi időt. Jó. Szerbusz, démonka. Nem tudom,
hol van, mint volt, volt-e feszület, szerintem nem adta be, mert ez a feszület dolog is olyan dolog, hogy... Nem adta be, tehát ezt nem értem, tehát... Nem értem, mindegy. Jó, Spirit Boss Démon, oké, mehetünk. Legalább a csontot megtaláltuk, az már az is plusz pénz. Itt igazából egy 10-es, tehát akkor 2.75 lett volna. Hú! Hát ez kemény volt, gyerekek. Ez kemény volt. Ez kemény volt. Na hát visszatértünk, gyerekek. Így a végére lezárjuk akkor a dolgot. Pont így a végére, igen. Sajnos, vagy nem sajnos, de nekem most mennem kell éjszakára dolgozni. Reméljük, hogy nem lesz semmilyen így a Covid után. A héten fogunk jelentkezni még. Valószínűleg lesz kodozás. Lehet egy kis Red Dead Redemption. Meglátom még, hogy lesz a Forma 1, és szerintem meg szerintem lesz majd ez is. Ugyanúgy elő lesz véve. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm az aggódásokat, a jó kívánságokat. Köszönöm szépen külön a feliratkozásokat. Bécikém, neked a 28 hónapot. Marci, neked nagyon szépen köszönöm a donétet. Gyogyos Kukasz a 13 hónapot. Attilám, neked a 19 hónapot a Tier 2-vel. A követéseket, és hogy itt voltatok. További szép estét mindenkinek. Szellemmentes estét, találkozunk legközelebb is. Legyetek jók. Szevasztok, sziasztok.